A magyar-ukrán határszakaszon a vámosok csempészeket és csempészhálózatokat derítettek fel 2016-ban is. Hazánkban ez a 137 kilométeres szakasz kritikus területe az illegális cigarettaforgalomnak. A csempészek speciális eszközökkel, éjjellátókkal, vízi járművekkel és nagy teljesítményű gépkocsikkal szállították az illegális dohányt. Az utóbbi időben viszont változott a jövedéki termékekkel való visszaélés módja. Még korábban főleg a külföldön előállított és Magyarországra jogellenesen behozott áru adta a lefoglalt dohányáru nagy részét, addig 2016-ban már máshogy alakult a helyzet, ugyanis tavaly több illegális gyára és raktára is ráakadtak a pénzügyi nyomozók és a pénzügyőrök. Volt, hogy sok millió szál elkészült cigaretta került elő, de olyan is előfordult, hogy több tonna gyártáshoz felhasználható dohányt találtak a kollégák. Az elkövetők beszállították az alapanyagot Magyarországra, beszerezték a gépeket, és megpróbálták a cigarettát előállítani, a késztermékeket pedig nyugat-európai piacra szánták. A pénzügyőrök az elmúlt évben is már a kisebb súlyú bűncselekményekről, inkább a szervezetten elkövetett, nagyobb hálózatban működtetett bűnügyekre fókuszáltak. Tudatos stratégia szerint sikeresen mozdultunk el a tömeges, de kisebb súlyú ügyekről a kevesebb, azonban a szervezettség egyeit magánviselő és a költségvetésnek súlyos károkat okozó bűncselekmények felderítése és nyomozása irányában. A szóvivő elmondta, hogy az előző évben a központi költségvetésnek okozott kár értékének több mint 30%-át lefoglalásokkal, zárolásokkal elvonták a bűnelkövetőktől.